Sziasztok, én Hidro vagyok, és ez a Battlefield 4 multiplayer, és annak is az új kiegészítője, a China Rising, és ez az első pálya, amit kipróbálok, a Silk Road, tehát Sejem út. Ebbe a kiegészítőbe bejött 4 új pálya, egy új játékmód, az Air Superiority, 5 új fegyver, és számtalan assignament. Az az egy új jármű, az a Dirt Bike, ami szintén bejött. Most próbálom ki először, nagyon kíváncsi vagyok. És fegyverek között, ami ugye új, az az M-tar, ugye a kiegészítővel, az 5-ből, azt most bemutatom. Ha nézzük a cross motort. Ilyen kicsit sivatagos pálya. Kicsit nagyon. Viszont jól néz ki, nagyon, nekem tetszik. Tényleg ilyen kínai táj. Nézzük, jó ötlete ide be motorozni. Le is szállok a motorról. Folytatom gyalogszerre. Jó, lehet nem merre kéne menni. Visszadobálom ezzel. Ez már tetszik. Gyerünk, foglaljuk el ezt a pontot. Nagyon szép a pálya, részletes. Bár szerintem kicsit irreális, mivel ilyen tájak nem nagyon vannak a világban, bárki tudja, még sose jártam Kínába. Egyébként jó ez az M-tar, mert gyorsan lő, csak nagyon rángat. Jó, meghalt. Egyébként kínaiak vagyunk. Most. De futás, futás, futás. Ha, körbelövöm. Kis cserélem ezt az M-tart, mert nem az erősségem, csak gondoltam, megmutatom. Mondjuk egy MP7-re. Sőt, inkább CBMS-re. Ez is egyébként a játékban egy új fegyver, tehát ez nem volt benne a Battlefield 3-ba. Gyerünk, egy dirt bike. Hú, ez majdnem elütött. Gyorsan megdobálom. Mindegy, remélem még elindul és majd felrobban. Próbálom, hogy becénézzem a motort. Mennyire hatásos. BF3-ban nagyon az volt. Viszont nekem, mint hogyha kicsit jobb lenne a cross motor irányítása. Már most kicsit jobban tetszik. Amit látom, az ugratókat itt is behozták. Taram, tam, daram, dam. Ó, nem igaz, megölik, mielőtt elütném. Na, valami célpontot, amire ráküldhetném, ezt ki kéne nézni. Na, meg is van. Ó, jump. Gyerünk. Ez már tetszett. Már azt nem tudom, hogy ezt a két tankot hogy nyírjam ki. Konkrétan sehogy. Mert ők fognak kinyírni engem. Utás!
Gránátot oda? Sehova. Hát. Nézzük a lavot. Ja. Nem mindegy. Nem kell ez a lav. Nem ez a kedvencem. Ne, meghalt. Mindegy, azért visszaülök. Szerelik, vagy kiszállt belőle a páciens? Jó. Igen, szépen elütünk. Vagy mégsem? Ez konkrét, neki már van magnumja. Az jó kis pisztoly.